Az induló tanévre három cserediák érkezett a Pécsi Rotary Klub szervezésében az Úrfői Sárkányhajó versenyre. Két fiú Mexikóból, egy harmadik Brazíliából jött. Számukra teljesen új egy ilyen sárkányhajó verseny. Latin-amerikai temperamentumuk, jókedvük, somberójuk, pancsójuk színesítette a versenyt. Nagy lehetőség ez számomra, és boldog vagyok, hogy itt vagyok Magyarországon. Mexikói vagyok, és ennek a gyönyörű országnak szeretném bemutatni az én hazámat is. Továbbá meg szeretném tanulni a magyar nyelvet. Ez nagy kihívás nekem, mert nehéz, de bízom abban, hogy pár hónap múlva már jobban tudok beszélni magyarul. Ez a verseny is új dolog számomra, és közben a hazámat is képviselhetem. Wilhelm József a Pécsi Rotary Klub elnökének megnyitója után a vendéglátó Orfű település nevében Füziné Kajdi Zita polgármester köszöntötte a résztvevőket. Az elnök hangsúlyozta, kifejezetten jótékonysági célra rendezik meg idén már 10. alkalommal a Rotary Sárkányhajó versenyt. Az itt induló csapatok egy nevezési díjjal járulnak hozzá ennek a célnak a megvalósulásához. A cél pedig az, hogy minden évben kiírunk egy pályázatot, amelyre tehetséges, ám de anyagilag rászoruló fiatalok tudnak indulni, akik az élet valamilyen területén az átlagtól jobb teljesítményt tudtak már nyújtani. Tehát ez lett tanulmányi, sport, művészeti teljesítmény. Egy pályázati kiírás jelenik meg, ennek a keretében megfogalmazzák azokat az ismérveket, ami alapján lehet pályázni, és a pályázók, amikor benyújtották a pályázatot, akkor egy grémium, akiket a klubunk jelöl ki, az egy nagyon szigorú pontszám alapján kiválogatja azokat, akik támogatásra alkalmasak, és nyilvánvalóan a forrás nagyságrendjétől függően ez évente változó pályázót jelenthet, akik támogatásban részesülnek. Ezek az elején, amikor elindult 100, ma 150 ezer forintos nagyságrend, vagy akár 250 ezer forintos nagyságrend, ez lehet különböző összeg is, amit elnyerhetnek attól függően, hogy mit jelölnek meg, hogy ebből a támogatásból mit szeretnének megvalósítani, illetőleg ez milyen formában tud hozzájárulni az ő további sikereikhez. Közel 300 fő gyűlt össze Orfűn, hogy jót tegyenek, miközben kipróbálnak egy igazi csapat vízisportot. Három darab sárkányhajó indult, egyenként 10 fővel. Ők valamennyien eveznek, egyenbe a ritmus dobolja, hátul pedig van egy tapasztalt kormányos. Szabó László volt a főszervező, az eligazítása hasznos tudnivalókról való tájékoztatás volt az ő feladata. Hát ilyenkor, hogy a sárkányhajók ott legyenek a helyükön, arra le kell vinni 3x10 lapátot, a farkat, az orrot, a dobot, és nagyon sokszor van az, hogy kiderül ilyenkor, hogy hú, az egyik csapatból valaki lebetegedett, vagy valami közbejött, és nem tud jönni, hogy akkor legyen dobosuk, hogy a pótlást, az, melyik csapat az, aki esetleg többen jöttek, vagy valaki fiatal, életerős fiú vagy lány, és akkor vállalja esetleg, hogy másik csapatban is evez. A jubileumi jótékonysági Rotary Sárkányhajó verseny alkalmával mindenki nyerte egy jó napot, egy jó érzést, hogy benevezésével jót tett.